Sziasztok! Ma folytatom a Total War Warhammer 3 Realm of Chaos kívásos végigjátszásomat Kislevvel. És mit maradt abba ugye, hogy hát próbáltam ezt a több sereget ugye megállítani, hogy ne tudjanak megtámadni várost. De ugye sajnos csak meg tudták támadni az egyiket. Ugye azon gondolkodom, hogy hát hogyha le is játszom a csatát, ugye maximum nagyobb veszteséget tudnék okozni, ami igazából nem igazán lényeges, szóval, oké. Okay. 500, majdnem 500 veszteségük van. És a város mindössze kifosztották, szóval, ja, igazából, oké. Okay. Mi van? Mi a... Az... Mi? Mi? Erre meg visszajön erőltetett menetben megáll a seregeim mellett? Oké, az AI-nak fogalma sincs arra, hogy mit csinál. Mi a fene? Ja, ez... Most azon gondolkodom, ez egy csapda? Vagy mi? Ez most mi? Kizár dolog, hogy legyen itt egy sereg rajtaütésben. Itt sincs senki. Na jó, mindegy. Én ugye le akarom győzni a vampírokat. Kislev endures now and forever. Ó, te jó ég! Kaptam egy követőt. Várjunk, hol van. Igen, follower gain Knight Squire. 8%-kal olcsóbbak a cárgárdok. Az szép. Az kell is amúgy. Igen, aktiválva van. Nagyon jó. Ja, oké. Unleash Kislev's wrath. Ice Queen of Kislev. Oké, nekem ugye Castle Drakenhof kell. Várjunk, kéne egy olyan, hogy extra és ugye gyógyítás. Valamint ez ugye... Ez valójában annyit ad, hogy extra 3% életterő ugye a hősnek, és 3%-kal gyorsabb újratöltődés, plusz ugye a képességet, ugye a gyógyítást, azt gyorsabban tudom használni. Valójában egész jó, ugye, de úgy vagyok vele, hogy... Talán ugye ez a plusz 40 melejátok, ez jobb. De persze érdemes úgy csinálni igazából, hogy ugye van két pétriárka seregben, vagy minimum kettő, lehet ugye több is, és az egyik ugye az extra izét adja ugye, hogy gyorsabban tud használni az izét, a gyógyítást, a másik pedig ugye melejátakot. Várjunk. Hogy hívják ezt itt ugye? Nikolaj Raskin. Absolute power, as I deserve. Jó, és... Kéne egy olyan atamán ugye, amelyik extra bevételt ad. Ott van, nagyon jó. Következő körben meg lesz. Beadta ugye a játék, az jó. Mistress of Ice. Oké, ugye megállok a város mellett, mert... Oké, kizárt dolog, hogy megtámadják ezt a várost igazából.
Kivéve, hogyha itt van egy sereg, amit igazából nem látok, ugye egy törp, törp sereg, de nem hiszem, hogy legyen. Na jó, ezeket kell itt elintézni. Rendesen megáll az AI a seregem mellett, erőltetett menetben. Mi a... Oké, okay, amúgy meg lehet, hogy jönnek ők. Nem, nem jönnek. Ám bár ugye van néhány számszerű jászuk, de nem olyan sok. Még kb. Egy olyan 50-40, és most már csak 40 másodperc ugye megjön az erősítés. Irány ide. Oké, okay, strelcik ide, és íjászok. Ide. Pétriark, ugye van két erősebb pétriarkom már, ami egész király. Lassan megérkeznek a csapatok. Koszárok ide. Vagyis nem igaz, mert koszárok az íjászok elé, a strelcik pedig előrébb. Előre a strelcikkel. Oké, okay, szerintem lassan meg fognak indulni. Ha nem, nekem úgy is jó igazából. Oké. Okay. Of the bell! Ormond Gossard! Warriors!
Khazars! Defenders of Kislev! March with pride! Kislev! Follow the man! Kislev's vengeance! Kislev's name! Okay, awesome, and you vote. Azért némi veszteséget okoztak, ami annyira nem meglepő. Ám bár elég csúnyán szétlőttük őket. Oké, kéne még gyógyítani ugye a karaktereket egy kicsit. Még ugye tudom háromszor használni ugye a Szalják Lullaby. Oké. Okay. Nagyon jó. És ugye el kéne foglalni Karak Ungort. Ahol van extra városi őrséget adó épület. Erre a csapatra nincs szükségem többet. Oké, okay, így még bevételem is van. Ami ugye nagyon király. I am the storm. Vitriol, replenish! Na jó, a következő ugye ez itt. A gond az, hogy föld alatt kell harcolni ellenük. Ó, ott van egy Nurgle sereg. Igen, ugye Griffon Legion-nel egy kicsit nehéz lesz az ellenség hátába kerülni. Igazából ebbe a seregben nagyon kéne kettő Little Grom. Gyerünk, Griffon Legion! Griffon Legion! March for Kislev! Comrades of Spear! Execute them! I demand fight! Tudom ugye, hogy a lovas rohamoz nagyjából semmit se ér, de azért egy kicsit ugye sebezni őket az is oké. Okay.
orthodoxy. For Kislev's honor! We fight for us! Oi, oi. It is my man! Frost Maiden, I am the Thorn! Priest of Kislev! Sent by the Thorn! Hearts of ice! I plead! Priest of Kislev! Moving! Land this power! Kislev! Griffin Legion! Serve Kislev! They die! For the ice! Fire! Wherever I'm needed! We will endure! Hussars! Sons of Kislev! Hearts of ice! Taking position! We fight for Ursan! Hussars! We fight for Ulsan! Obey! Obey! Spreading hoarfrost! Feel the breeze! Obey! Obey! Purge them! To battle! March with pride! They die! Lord of the Motherland! Repositioning! It is righteous! Go! Go! My faith is power! Patriarch! Orson! Thor! Daj! Salyak! Kursons! Obey the Orthodoxy! Make war! Kursons! Very good! Kislev's true power! We take up arms! Prestige beyond compare! Oh, okay, aztán végül. Hearts of ice! Hearts of ice! It is done! Wolfstaff Kislevite! Taking position! Oké, okay, amúgy minden nagyobb veszteséget kéne okozni nekik. Igen, ugye törpök ellen kicsit nehéz harcolni, mivel hát elég kemények. Valamiért nagyon leesett az FPS. Egy Ataman király. Goya, it cements my power. A symbol of my unparalleled authority. Várjunk, ennek a karakternek nincs atamánja. Várjunk, kinél van ez az atamán? Darina. Ő az? Nem. Várjunk, helyi provincia vagy local province? Nem local region. Oké. Keeper of ice magic. Várjunk, ha ezt a két atamant elvesszük, akkor mi lesz? Csak 5 kör. The snow breaks.
Ó, várjunk! Persze! Rosszat néztem, mert ez más provincia. Igen, igen. Ez ugye. Szóval ez itt három kör. Ha ezt a kettőt aktiválom, akkor ez itt lemegy. Két kör, igen. És ez szintén, igen. Oké, az jó amúgy. És meg is építem azt a két épületet. Tsarina Katarin of Kislev. Bojár of Kislev. Never he. Irány ide, és kéne aktiváljam ezt itt, hogy minél kevesebb legyen rá az esély, ugye, hogy megfertőződik a seregem. Következő körben ugye lesz megint egy Ice Witch Lord, ami 20%-kal csökkenti az építkezési költséget. Oké, okay, mindössze két lelket kell megszerezzek, és ugye... megküzdhetek ugye Ursonért, hogy megmentsem. Frostweaver. Arra gondoltam, hogy az utolsó ugye nagy csatába izétvel mennék, Warbear Riders. Vagy, és ugye nem Tsargard vagy Iceguard-dal, hanem Warbear Riders, egy full Warbear Riders sereggel mennék. Ja, ezt kell ugye még erősítsem, Creatures of the Land erősíti ugye a Warbear Riders-t. Azon kívül még ugye kell az Urson's Favored, hogyha ugye elérik az aranygerendát. Így igazából Kislevbe vagy építsem majd Castle Drakenhofba. Mondjuk ez az épület egy idő után nem fog kelleni, ugye? Ugye az extra városi őrséget adó épület. Annak a helyére majd tudok építeni ugye egy izét, egy... ugye épületet, amelyik adja a Warbear Riders. Ám már arra gondoltam, ezt lerombolom. Mert Prágban ugye van ez az épület, ami adja izét. A Citadel of Prague, ugye adja a strelciket, páncélozott koszár, nagy fegyverrel is sima koszár, ugye? Sima páncélozott koszár. Na jó, körváltás. Technológiát lopott tőlem Slaanesh. Oké, az a csapat kiment a városból, hát érdekes. Oké, a legjobb az egészben, hogy van bevételem. Bloody Harvestnek annyi. Demonic Frenzy. Ah, oké. Oké, ugye ez egy Nurgle Démon Herceg, ha minden igaz, igaz? Igen, Démon Herceg. Ah, van egy Executioner X. Van egy Feather Torch. Valójában egész... vagy nem, ez az. Egész jó amúgy. Minusz 10 melee defense, minusz 15 armor.
Oké, le kéne képezzek egy Ice Witch-et, ami ugye csökkenti az építkezést. És ami még kéne... Itt építkezni, ugye? És elvenni az Ataman adminisztrátorokat. Kéne még szerezzek Ataman adminisztrátort. És átadni, ugye? Lord of all. Oké, várjunk, csak négy kör, ugye? I switch. Ám bár ha nincs aktiválva, ugye egyik sem. Igen, akkor öt kör. Annyi az egész, ahhoz ugye, hogy két kört nyerjek, ahhoz valójában három Ataman adminisztrátorra van szükség. The right to rule. Az szép. Executioner X. Oké, az jól jön. Esetleg még valamit ugye egybe tudok rakni, valami cuccot. Még van ugye, igazából még van két Crown of Command. Nem. Nem jó. Scroll of Leeching. Oké, annyi az egész, nincs mivel egybe rakni. Na mindegy. Oké, egyelőre akkor ennyi. Azon gondolkodom, hogy ezeket hármas szintre építeni, nem tudom mennyi értelme van. Hát igazából nem igazán látom értelmét. Jó, és akkor irány ide. Ám bár ez a Patriarch szintén csatlakozzon. Prágban 8-as szintű izét tudok képezni, Patriarchot már. For the motherland. For the motherland. Frostwinds carry me. Defy chaos. Igen, kell ugye fejlesztem a Creatures of the Land, és próbáljunk egy rajtaütést. A következő körben elérem ugye Castle Drakenhofot. Na jó, arra gondoltam, megtámadom Karakungort. Oké, valójában ez egy automatikázás, mivel itt nem látom, hogy lenne ellenséges sereg. És automatikázáson nem veszítek el senkit, szóval oké. Winter fights with us today. An extension of the Ice Court. Nagyon jó. Karakadrin az valami... Kettes szinten van? Vagy hármas? Kettes? Hűha. Nagyon alacsony szinten van amúgy. Oké, kell ugye az épület, ez, oké. És... Le kéne győzzem ezt a Nurgle sereget. Oké.
Oh, summonable units, egy Nurgling egység, hogyha ugye when plague is spread. Ha járvány terjed? Ah, oké. Okay. Na jó. Ó, oh, ott jön egy másik seregük, te jó ég. Ahogy elnézem, Nurgle-nak ugye nem tetszik az, hogy Kislevben mindenki egészséges. Jön ugye, hogy megroncson minket. De ugye a Griffon Legion készen áll. Ja, Démon Herceg. És amúgy méghozzá Démon Hercegeket küld, nem is akárkiket. Cossars! Obey the orthodoxy! Fight! Ja, Démon Herceg! Ez a Spirit Leech. 33 és 67 között sebez ugye per másodperc. Wealth and might! Showing the way! Ám bár a koszárok készen állnak. Griffon Legion, előre. Ó, van izé, van Exalted Plaguebearers of Nurgle, ajajaj. Azokat... Azokat jó lenne egy kicsit blokkolni igazából. Van izé Chariots, Chaos Chariots of Nurgle. Az igen, a Démon Herceg... Ó, hogy kapja, te jó ég! Wow! Hát igen, Démon Herceg ide vagy oda, de mikor megsorozzák golyóval. De mikor jól megsorozzák. Oké, okay, előre a Griffon Legion-nel. Annyi az egész, hogy az Exalted Plaguebearers of Nurgle az anti-large. Legjobb az egészben ugye, hogy igazából az egységeit gyengék. Nurgle valójában nem, Nurgle-t nem tartom erősnek. Lassúak az egységeik ugye... Viszonylag ugye rendkívül könnyű lelőni őket, mert ugye lassúak, nincs páncéljuk. Ám bár... ami előnyük van az az, hogy szintén lassítják ugye az ellenséges csapatokat.
Például ugye itt is most 45 speed, minusz 45% speed, meg ilyenek. Ugye miest hozzáér egy Nurgle katona ugye az én egységemhez, azonnal ugye veszítenek gyorsaságot, fegyvererősséget, meg ehhez hasonlókat. Hát igen, ugye kemény öt veszteség. No more threatened mice. Goya. Not that Nurgle Harold. Kemény öt veszteség. My rule is absolute. I ought current blows in our face. Highborn son. This land is mine. Okay, eddig egész jó. Itt jön ugye egy másik sereg. Szintén démonherceg. Van Cultist of Nurgle plusz Plague Ridden. Meg van egy Soul Grinder Nurgle, oké, na az például már erős. Azt hittem, hogy ez egy Great Unclean van, de nem, ugye csak egy Regiment of Renown, Exalted Plaguebearers of Nurgle. Na jó, legyen az, hogy körváltás, és ugye, ha nem támad meg senki, akkor ugye az lesz, hogy megtámadom izét. It will render me unassailable. Castle Drakenhofot. Oké, hamarosan meg kéne idézni megint. Hát most nem tudom, hogy melyiket kéne igazából. Valójában Urson. Ha ugye az ellenség bejön a területemre, akkor veszítenek ugye, veszítik a katonákat. Ja, az valójában jó lenne. Lakosság növekedés, újra töltődés az igazából már nem nagyon kell. Extra bevétel minden épületből ugye az jó lenne, de egyelőre nem fontos. Plusz 500% melejáták. Inkább ugye az ellenség veszítsen egységeket, mivel a seregek igazából nagyon erősek. Plusz ugye ebben a provinciában nekem ugye ez a képesség kell, ugye a Power of the Church, mivel nem akarom, hogy megfertőződjenek a seregeim. Oké, a Legion of Chaos, ő már ugye itt van egy ügynökkel, ami egyáltalán nem jó. Aha. Oké, nem tudott megtámadni. Lehet, hogy meg tudott volna támadni, de ugye rajtaütést akar az AI. Oké. És jönnek az ogrék. Rendben, Kislevbe le kell képezzek egy... az... Ajaj. Oké, az a sereg igazából már túl közel van. Rendben, nem baj. Arra gondoltam, akkor leképzek egy lordot ugye Gelslevbe, plusz néhány egység. Friends of Kislev. Nem. Van egy olyan érzésem, hogy az ógrék ugye, Scrag the Slaughterer, megindul ellenem. Ambusher discovered, király. Amúgy rossz lett volna, hogyha nem sikerül felfedezzem. De igazából...
ugye Nurgle még szerintem rajtaütéskor sem valami jó, mert ugye hogy az egységeik ugye nagyon lassúak, szóval még hogyha rajtaütés is van, nagyon lassúak az egységek, így ugye... Ha bele is sétálsz a rajtaütésbe, igazából van esélyed fölvenni egy normális pozíciót és ugye kivédeni a támadást. I am the storm. Okay, ide nekem kéne extra... igazából extra lakosságnövekedés nem nagyon kell. Van ugye 60 lakosságnövekedés, az oké. Várjunk, a Silver Pinnacle... az itt van lent. Valójában ezt kéne elfoglalni, mert ez a város, ez lezárja a bejáratot. Ja. Okay, kell az extra lakosságnövekedés, mert... ezt a várost, ugye a Silver Pinnacle-t nagyon ki kéne fejleszteni. Tényleg, hol van a két hősöm? Itt van. Ez a két hős ugye lakosságnövekedést ad. Defy chaos. They invite death. Okay, van extra városi őrség. És van egy ogre tábor a városban. Hát mindegy. Az Iceguardokat elveszíteném. They will fall. Igen, ugye Kislevnél már voltak csatáim az ógrék ellen, és sajnos nem alakultak jól. Oké. Kell egy lord. Két strelci. I demand absolute loyalty. Négy koszár és még egy íjász. Only the most skilled may serve. Okay, ezt az atamant kiszedjük a városból, ugye? Alexei Loptain. Roya. My rule is cemented. Jó. És őt, ugye Makari Jakovot behelyezzük ide. 10%-kal több bevétel ugye az épületekből, szóval jelenleg ugye 1366, ha ide helyezem, akkor lesz... Csak annyi. What? Na várjunk. Milyen bónuszt ad? Plusz 10%. Ha. Akkor hogy nem változott? Vagy a következő körben fog aktiválódni csak? Az is meg lehet amúgy. Lord of all, Kislev, the enduring. What care I for peasants? Azért automatikáztam, mert ugye nincs a közelben ellenség, így a veszteség igazából nem lényeges. Fejleszünk Lightning Strike-ot, egyefene. Never yield. Bow to me. There will be no sleep. Na jó, mondjuk egy kicsit igazából nagyon nagy lett a veszteség. Kell két kör, mire újra töltődik a sereg, ami valójában nem jó. Frostweaver. Winter is our comrade. Seek out Kislev's foes. Okay, el kéne foglalni ugye Khazad Irkulast is. Na de ugye arra gondoltam, hogy megindítom, hanem folytatom ugye az ostromot, ment egyet a játék, és ugye a következő részt azzal kezdem, hogy el fogom foglalni Castle Drakenhofot. Simán le fogjuk győzni őket a következő részben. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!